Köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések valamennyi nézőjét, ahogy azt már megszokhatták, napról napra, hétről hétre igyekszünk ebben a sorozatban érdekes embereket, ismert embereket bemutatni, kevésbé ismert oldalukról önöknek. A stúdiónk vendége Sohonyai Edit írónő, és hát már szerencsére elmondhatjuk azt is, hogy az fmc.hu blog szerzője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nos, az fmc.hu-n már mire ez a beszélgetés adásba kerül, lehetett is olvasni az első blog bejegyzésedet, az érdekes férfi divatról roppant humoros stílusban. Mielőtt még erre rátérnék, az írás hogy került a te életedbe? Hát elég korán, én már 18 éves korom óta írok, és hát gyakorlatilag a Móra kiadónak... Legfiatalabb szerzője. Ifjúsági szerzője, igen. Úgyhogy egész komoly múltál már mögöttem, hiszen most már 26 éve a pályán vagyok. Mindig is író akartál lenni? Vagy egy érettségi felkészülő időszakban történeteket szövegetni érdekesebb volt, mint az érettségire tanulni? Nem, hát én úgy kezdtem írni, hogy megellett a kutyám, és 7 kis kutya született, kisvizslák, és igazából én az ELTE-re jelentkeztem, hogy magyar töri szakos tanár leszek, de aztán a kutyák valahogy így elvonták a figyelmemet, és így minden időmet a kutyaolban töltöttem. Az érettségim elég jól sikerült, de hát sajnos a felvételimet azt elszúrtam, és így bekerültem egy irodába, ahol nekem számolnom kellett volna, de hát a számolás az nem megy, úgyhogy én vagyok az a dolgozó, aki így elaludt az íróasztalra borulva, és hát... Így indult. Rám szóltak a kolléganőim, és azt mondták, hogy kislány, nem baj, ha nem dolgozol, de legalább tűnjön úgy, mintha dolgoznál. És ezért beültettek az iroda sarkába egy írógép mellé, és azt mondták, hogy nyomogasd a billentyűket, mert ha bárki bejön, többek között a főnök úr, akkor úgy néz ki, mintha dolgoznék. És akkor ezen a ponton határoztam el, hogy megírom a memoárjaimat, ami ugye nem volt, mert hát 18 évesen velem semmi nem történt, ha csak azt nem számítom, hogy megszült a kutyám, és 7 kis kutyám született. Tehát semmi szenvedély, szerelem és bungee jumping nem volt az életemben, viszont nagyszerűen tudtam ezekre gondolni. Úgyhogy ezt írtam meg. Egy ilyen tükörnapló. És hát van egy nővérem, mert én nagyon félős voltam, és most biztos nem beszélgetnénk itt, ha csak rajta múlj. És az én nővérem az fogta a kéziratot, és elvitte a Móra kiadóhoz, és ennyi, így indult. Mindig is közel álltak hozzád, nyilván mondjuk 18 évesen egyértelműen a fiatalos, lendületes témák, de valahogy nagyon-nagyon könnyen megtalálod a fiatalokkal a szót. Hát, mert szerencsém van. Tehát igazából én a Vízivárosi Általános Iskolába jártam, és nekem a felső tagozatban a Voga János volt az osztályfőnököm. Tehát igazából én azt gondolom, hogy jó diák vagyok, mert azt a fajta kommunikációt, ahogy ő velünk beszélgetett, gyakorlatilag minden órát szétröhögtünk. És én abból élek. Tehát nekem az a munkám, hogy járom az országot, és ifjúsági előadásokat tartok 12-től 18 éves korig, párkapcsolatról, emberismeretről. És hát ezt úgy, tehát azért kuriózom és azért hívnak, mert ezt viccesen tudom csinálni. Tehát, hogy le tudom őket kötni egy órán keresztül. Meg talán könnyedebb is egy ilyen vicces stílusban megtalálni hozzájuk az utat, így aztán talán ők is könnyebben megnyílnak, hiszen gondolom én, hogy ezeknek az előadásoknak azért az a célja, hogy ők is tudjanak beszélni a problémáikról. Hát arra ott az előadás alatt. Nem az előadáson, csak hogy így elindítsál bennük valamit. Igen, nem? Tehát abban nagyon bízok, mert egy csomó mindenről beszélek, hogy az osztályfőnökök aztán ezt a munkát órákon majd befejezik, illetve hát nagyon sokan megkeresnek interneten, és elkezdik a kis gondjaikat írni. Én arra emlékszem, hogy egyszer voltam egy ilyen előadáson, tehát egy ilyen lurkó gyermekvédelmi táborban talán, ahol megmutattad a személyedet, és bejött egy ilyen nagyon lehengerlő, nagyon közvetlen, nagyon-nagyon magabiztos nő, és amikor elmesélted, hogy te diákként és egyáltalában is hogyan és milyen problémáid voltak, az olyan hihetetlennek tűnt. Tényleg ilyen gátlásos kamasz voltál? Igen. Borzasztó, tehát én... Bemutattad a személyi képedet, és hát nem hittem el. Hát úgy néztem ki, mint egy fiú. Tehát ez nekem nagyon sokáig parám volt, hogy
Hát az édesanyám által megálmodott dizájn uralta a külsőt, a fufru ideig fölnye. Minusz 6 dioptriás szemüveg. Volt szerintem a portált. Ez ilyen 6 dioptriás szemüveg, és hát olyan test, mint amilyen a boilerét, hát ilyen kis hengeres és egybeszabott. És hát ez kapcsolódóan én a fiúkkal is hadilábon álltam. Tehát, hogy én féltem a fiúktól, nem féltem, rettegtem. Tehát, hogy aztán nekem az egy évtizedek munkája volt, hogy önbizalmat építsek ki magamba. Hogy most már akár egy sportcsarnoki gyereket le tudjak kötni. Tehát azt gondolom, hogy hiteles vagyok abban, amikor arról mesélek, hogy hogyan lehet az embernek önbizalma. Problémásak egyébként a mai gyerekek? Nagyon. Hát figyelj, szerintem már az alapvetően probléma, hogy ők pornón szocializálódnak. Tehát annyi információ zúdul rájuk, hiszen egész kicsi kortól, ha tudod a kis gyerekednél, hogy játszik egy játékon, vagy néz egy mesét, és hát olyan reklámokat vágnak be a gyerekeknek is, hogy így az ember fogja a fejét, és próbálja arrébb vinni a képet. Tehát nagyon sok és nagyon válogatás nélküli információ, és nagyon érdekes, hogy nem mernek kérdezni. Tehát ahhoz nagyon-nagyon sok kört kell futni náluk, hogy igazán kényes témáról merjenek beszélni. Azért, mert ők visszafogottak, vagy azért, mert még mindig egy kicsit prűd a társadalom, a magyar társadalom? Ez egy összetett, lehet, hogy mind a kettő, amit mondtál, de még valami. Az, hogy a számítógéppel vannak interakcióban, tehát és a számítógépen keresztül a haverokkal, nincs közvetlen kapcsolat. Tehát igazából az élő kommunikáció annak a szabályai, és emiatt, hogy milyen távolságot illik vagy nem illik tartani diáktól, tanártól, ez már egy kicsit borul. Tehát igazából ezeket a distanciákat ezek a gyerekek nem úgy érzékelik, mint ahogy nekünk meg kellett tanulni. Egy érdekes, tehát ez egy gépen felnövő generáció, és ezt kell kalkulálni. Tehát ezeket nekik tanítani kell. Igen, ugyanakkor mindig az is felmerül ilyen gondolatként, hogy szülőként az ember mit tud tenni, vagy akár mondjuk tanárként, vagy segítőként mit tud tenni, hiszen nem lehet ezeket kizárni a gyerekek életéből. Én azért azt gondolom, hogy hát nyilván nem tudod kizárni azt, hogy most számítógéphez értsen, üljön laptophoz, vagy bármit tudjon kezelni, hiszen akkor meg hátrányba kerül, nem? Hát igen. Tehát viszont remek eszköz lehet ahhoz, hogy te szabod meg az időt, amit mondjuk jegyért lehet nyerni. Tehát akárhogy is a jutalmazási központját fogod stimulálni, hogyha a gépet megadod, így is, úgy is. Vagy elveszed. Tehát azt gondolom, hogy azért a wifi jelszó titkosítása az egy nagyon jó eszköz a szülők kezében, és muszáj vele élni. Az, hogy mondjuk ennyit vagy fiatalok és gyerekek között, ez mondjuk segíti egyébként az írói munkádat is? Hiszen mondjuk stílusában mindig fiatalos nyelven és a kornak megfelelően tudsz megnyilvánulni. Hát ez egy... ugye már 46 éves vagyok, tehát hogy egyre távolabb kerül a tizenvalahány éves kor, tehát már az utolsó regényemnek, a Szájszabadonnak 18-19 évesek a főhősei, és éppen ezért kell nagyon sokat interjúznom. Tehát, hogy a beszédfordulatokat, nagyon sokat olvasok Facebookon, Facebookos kommenteket, bejegyzéseket, azért, hogy ezt a stílust tudjam örökíteni, hiszen csak így lehet, tehát ha a saját nyelvükön, az ő kód nyelvükön használ és szólsz, akkor lehet igazán olyan csírákat beültetni a szövegbe, ami a javukat szolgálja. Én még ilyen ortodox vagyok. Arra neveltek, hogy jóra nevel a móra, és én ugye mórás szerző vagyok, tehát igyekszem feloldást adni minden egyes konfliktusban. Ugye említetted, hogy vannak ezek az országjáró kis túráid, kis előadás sorozataid. Itt mondjuk a másik végzettségedet mennyire tudod kamatoztatni? Hát egészségfejlesztő vagyok, és ez egy ismeretterjesztés. Tehát az egészségfejlesztő egy Jolly Joker szakma, és nekem tökéletes. Hát miről beszélek?
van egy nagyon jó szexológus Fehérváron, úgy hívják, hogy Sélei Györgyi. Igen. Tehát ő a szexuális felvilágosítást végzi, én pedig a lelki felvilágosítást. Tehát miért van annyi szingli lány? Hogyan, mi az igazi funkciója egy férfinak és egy nőnek a családban? Én nem arról beszélek, hogy mi volna az elvárás, hanem hogy mit mondanak az ösztöneink, mert csak viselkedéskutatási eredményeket sorolok, és hát az első blog bejegyzésben is érintem ezt a témát, ugyanis a Gucci férfi divatról írok. Megpróbálok lavírozva írni, hogy senkinek az érzékenységét ne bántsam meg, de van egy nagyon érdekes elmélet, ez a gender elmélet, miszerint a társadalom tanítja a szerepeket, tehát hogy mi az, amit egy kisfiúnak kell tudni, és mi az, amit egy kisfiútól elvárható, és mi az, amit egy kislánytól várunk el. De könyörgöm, hát azért szerintem, és hogy Svédországban vannak olyan óvodák, hogy ezért nem utalhatnak a nevelők semmi olyasmire, hanem a gyerekek maguk döntsék el az orientációjukat. Tehát, hogy, hát, hogy van egy ösztönszintünk, amivel azért jó tisztában lenni, és ez nem 1-200 év alatt alakult ki, hanem 10 000 évek alatt. És elég egy háború ahhoz, hogy például a fiúkról lehántódjon minden, amit az anyukájuk, meg az apukájuk tanított nekik, és már is ott találjuk magunkat a trónok harcának valamelyik jelenetébe. Tehát, hát de inkább a trónok harca, mint a Gucci. Már bocsánat, na mostani. Oké, de hát azt a törekvést is, én értem a Gucci törekvését, tehát hogy a mások és a másság tiszteletben tartását és az emellett való elkötelezettséget. Én ezt is értem. Tehát ez egy nagyon óvatosan kezelendő téma, pontosan azért, hogy senkit ne bántsunk meg a méltóságában. Tehát sem ezt az oldalt, sem azt az oldalt. És ilyen is ehhez hasonló érzékeny témák lesznek, vagy számíthatnak majd humorra is, és a te kis stílusodra? Hát én azt gondolom, hogy nem tudok kibújni a bőrömből. Én egyrészt nagyon szeretem a tudományos témákat, meg másrészt nagyon szeretem a viccet. Tehát meg a csajos témákat is. Tehát minden érdekel. És van egy füzetem, ami tele van jobbnál jobb történetekkel, amit nem feltétlen tudok regénybe beilleszteni, például megcsalásnál, drámai konfliktus, ami gyakorlatilag röhögésbe fullad. Tehát, hogy olyan érdekes helyzeteket tud az élet hozni, amit ha regényben írnék le, akkor teljesen hiteltelen lenne. Viszont van egy nagyon jó kis könyv, Molnár Ferencnek a Tolla, nem ismered? Nem. Antikváriumban vagy könyvtárakban lehet már csak fellelni, és ő pont ugyanilyen történeteket hozott össze, fűzés nélkül, csak így, ilyen kis szösszenetek. De egy korrajz, és egy hihetetlen érdekes emberismereti tanulmány az is. Mi lesz vajon a mi korrajzunk? Hát... Elég vegyes. Igen, tehát... nem tudom, hogy az emberiség fejlődik-e egyáltalán, tehát, hogy... Azt abban mindenképpen, hogy hát nem a középkori normák uralkodnak nálunk, és hogy a nők már mennyi mindent megtehetnek. Ebben nem is szeretnék visszafejlődni. Hát azért harcoltunk, igen. Azért, hogy ideig eljussunk. Viszont ebben sem szabad átesni a ló túloldalára, hiszen az ösztönszint miről mesél? A női érdeklődés jelzések, igazából behódolás jelzések. Tehát ebben is nagyon jó lenne, ha a gyerekek az iskolában több tudatosságot tanulnának a saját testüket illetően. Ehhez kéne sok-sok dráma óra, de igazán jó drámatanárokkal, illetve
szexuális felvilágosítás, de igazán jó trénerekkel, pénzügyi ismeretek, gyermeknevelés. Tudják, tehát, hogy igazából, hogy az életre nevelnénk a gyerekeket, hiszen nem tudom, hogy volt-e olyan élményed, hogy ott állsz a gyerekkel, aki üvölt lila fejjel, és nem tudod, mit kell csinálni. Tehát, szerintem talán mindenkinek van ilyen élménye. Ez élet nagy kérdéseire nem kapunk felkészítést. És én például soha nem találkoztam vektor egyenlettel. Az én életemből nem hiányoznak. Másodfokú. Jaj, bocsánat. Tehát, hogy... És a másodfokú. Tehát egy nagy reformra volna szükség szerintem. No, nagyon sok mindent érintettünk, ugye a Mórától eljutottunk az fmc.hu-ig, mint blogig. Mit csinál Sohonyai Edit, amikor mondjuk éppen nem dolgozik? Hát a munkám, a hobbim, tehát én főállású mesehallgató vagyok, tehát nagyon sokat beszélgetek. Hát jönnek hozzám az emberek, van egy pici kis mesekuckóm ott a Kossuth utcába, és vagy nekünk nincs tévénk. Azért, mert ez egy folytatásos teleregény. Tehát nem egy-két éven át követek le sorsokat, hanem 10-20, most már 30 év távlatából, és így nagyon érdekesen tudok fejlődéseket lekövetni. Úgyhogy tök jó az öregedés abból a szempontból, hogy igenis lehet változni, és lehet bölcsülni, és meg lehet spórolni felesleges utakat. Szóval akkor mesét hallgatsz. Igen, folyamatosan. Folyamatosan, vagy a gyerekeimet. Vagy a gyerekek meséjét. Vagy a gyerekek meséjét, igen. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást ide hozzánk, és egy kicsit ebben a fél órában megismerhették a nézők a te életedet, és hát olvasni fogunk. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig megköszönöm, hogy itt voltak fehérvári beszélgetésekkel. Holnap is várjuk Önöket. Viszontlátásra!